Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videóban azt fogom megmutatni nektek, hogy milyen történelmi könyveket fogok olvasni májusban. Májusban egy újabb olvasási maratonon vehetünk részt, ami a múlt idéző május nevet kapta, és május 1-től 31-ig a cél, hogy minél több történelmi témájú könyvet olvassunk. A múlt idéző május háziasszonya Nalina a Beautiful Dauntless csatornáról, és Nalina 10 pontot állított össze, hogy mi szerint olvassunk. Ezek a pontok természetesen, ahogy az eddigi readathonokban is összevonhatóak, és van egy könnyített és egy nehezített verziója a hónapnak. A könnyített verzióban elég egyetlen egy történelmi témájú könyvet elolvasni, a nehezített verzióban pedig lehet többet is, illetve többet is kell elolvasni, és a lényeg, hogy a 10 szempont közül 4-hez olvassunk valamilyen könyvet. A szempontok természetesen itt is összevonhatóak, tehát simán elképzelhető, hogy egy könyvvel a könnyebb és a nehezebb verziót is teljesíteni tudjátok. Ebben a videóban megmutatom, hogy én mit tervezek olvasni májusban, tehát egy TBR listát fogtok látni, illetve először egy olyan könyvet fogok nektek ajánlani, amit én már olvastam, nagyon szerettem, és ezzel az egy könyvvel teljesíteni tudjátok a múlt idéző május nehezített verzióját, vagyis 4 ponthoz megfelel. Ez a könyv pedig nem más, mint a Budapesti úrinő magánélete című történelmi ismeretterjesztő könyv, amelyet Szécsi Noémi és Géra Eleonóra írt. És a 4 pont, amit ezzel ki lehet pipálni, az a női sorsok, hiszen budapesti úrinőkről van szó. 20. század előtt, vagyis egy olyan történet, ami a 20. század előtt játszódik. És ez a könyv 1860-tól 1914-ig, tehát tulajdonképpen a dualizmus korában tárgyalja a nők helyzetét és sorsát, úgyhogy szerintem ez a ponthoz jó, már csak azért is, mert az első világháború igazából az az esemény, ami a hosszú 19. századnak véget vetett, és azután egy merőben más világ következett, úgyhogy ez szerintem ez a ponthoz is kiváló, és ezen kívül a Tudj meg többet kategóriához is, hiszen egy történelmi ismeretterjesztő könyvről van szó, és a hazafi pontot is kipipálja, hiszen magyar szerzők műve. Azt elfelejtettem mondani, hogy ezeket a pontokat a leírásban is megtaláljátok. Ez a könyve, ahogy a címe is mutatja, az úri középosztálybeli, illetve az arisztokrata nőket vizsgálja elsősorban, és nagyon izgalmasan teszi ezt, hiszen olyan történeti forrásokat használ fel Szécsi Noémi és Géra Eleonóra, mint például a magánlevelezések, vagy a naplófeljegyzések, de vannak újságcikkek és regényből vett részletek is. Ezek alapján írják meg ezt a történetet, amelynek az első fele a magánéletre koncentrál, a másik fele pedig a nyilvános szférára. Olyan témák kerülnek itt bemutatásra, mint például a szerelem, a házasság, a gyerekgondozás, a testkép, a testideál, vagy sorra veszik azt is, hogy milyen az úrinő ideális otthona, mit kell tenni ahhoz, hogy egy jó háztartást vezessen az úrinő, illetve hogyan mentek a cselédsége, vagy mi volt a szerepe a cselédségnek ebben a közegben. A könyv második fele pedig inkább arra koncentrál, hogy ezek a nők hogyan nyilvánultak meg a társasági életben, milyen szórakozásaik voltak, illetve milyen lehetőségeik voltak, például a felsőoktatásban, vagy akár a politikában, vagy milyen egyéb életutakat tudtak választani maguknak ebben a korszakban. Szerintem ez egy nagyon izgalmas könyv, rettentően jó témákat jár körül, élvezetesen teszi mindezt, tehát ne egy száraz leírásra gondoljatok, de mindezt abszolút történelmi hitelességgel és tudományos megalapozottsággal teszik, hiszen Szécsi Noémi, amellett, hogy szép író, nőtörténetet tanult, Géra Eleonóra pedig egy történész. Én nagyon tudom nektek ajánlani ezt a könyvet, hogyha a nők helyzetéről szeretnétek olvasni a 19. században, és szeretnétek egy könyvvel kipipálni a múlt idéző májust. Amúgy ennek a könyvnek van egy folytatása is, ami nem más, mint a Modern budapesti úrinő. Ezt is ajánlom, viszont ezzel csak 3 pontot fogtok kijutni, a 20. század előtti pont már nem lesz rá érvényes, hiszen ez az első világháború alatti és a két világháború közötti nők helyzetét vizsgálja, és azt mutatja meg, hogy az első világháború az milyen változásokat hozott a nők életében. És akkor most érjünk át a TBR listára, szeretném nektek megmutatni azokat a könyveket, amik hosszabb vagy rövidebb idő óta, de itt állnak a polcomon, és jó lenne őket elolvasni, és nagyon is illeszkednek ehhez a múlt idéző május kihíváshoz. Egyébként, amikor Nalina felvetette azt az ötletet, hogy szeretne egy ilyen hónapot tartani, akkor én elgondolkodtam, hogy egyáltalán részt tudok-e ebben venni, hiszen olyan nagyon sok történelmi regényt nem olvasok,
De aztán rájöttem, hogy dehogy nem, hát egy csomó olyan könyvet olvasok, aminek a témája, vagy az idő, amit bemutat, az egy történelmi időszak, és Nalina is említette, hogy teljesen érnek olyan könyvek is, amelyekben zsánerkeveredés van, vagy akár szép irodalmi művek. A TBR listám meglehetősen ambíciózus, több mint 10 könyv szerepel rajta, de azért gondoltam ennyi könyvet összeválogatni, mert egyrészt mindegyik legalább 2, de inkább 3 ponthoz is jó, és szeretném meghagyni magamnak azt a szabadságot május folyamán, hogy válogathassak, tehát nem akarom egész hónapra elkötelezni magam, hogy oké, akkor csak ezt az 5 könyvet fogom olvasni, szóval szeretném meghagyni ezt a szabadságot, hogy nyugodtan válogathassak a könyvek közül, vagy ha esetleg teljesítettem a 4 pontot, akkor olvashassak akár mást is. Az első könyv, ami a világ körüli útra és a 20. század előtti történetre is jó, az Thornton Wildernek a Szent Lajos király hídja című kisregénye. Ez a történet 1714-ben játszódik Peruban, és egy katasztrófa adja a keretét, amikor is Peru legszebb és legnagyobb hídja összeomlik, és a rajta éppen áthaladó 5 ember szörnyet hal. Wilder ennek az 5 embernek a sorsába és életébe enged bepillantást, és felteszi azt a filozófikus kérdést, hogy vajon az, hogy éppen ez az 5 ember tartózkodott abban a pillanatban a hídon, amikor összeomlott, ez vajon a véletlen műve, vagy isteni elrendelés van emögött. Szóval erről szól az a könyv, valószínűleg ez egy nagyon filozófikus könyv lesz, úgy hiszem, viszont nem Európában és nem Amerikában játszódik, és 20. századi előtti történet, úgyhogy ezzel a könyvvel kapásból 2 pontot ki is tudok pipálni. A következő könyv egy olyan regény, amit tulajdonképpen tavaly ősszel tettem félre, talán az első könyvkemping miatt, már nem is emlékszem, és azóta szeretném befejezni, ez pedig nem más, mint Umberto Eco-nak a Rózsa neve című regénye. Ez leginkább a 20. század előtt ponthoz jó, hiszen a 14. században játszódik Itáliában, egy bencés kolostorba, ahova egy ferences rendi szerzetes és a tanítványa érkezik, egy fontos tárgyalás miatt, és mindeközben a kolostorban rejtélyes gyilkosságok veszik kezdetét, a kolostorba érkező ferences rendi szerzetes pedig próbálja kinyomozni, hogy mi is lehet az oka ezeknek a rejtélyes gyilkosságoknak. Még mindig a 20. század előtti pontnál maradva, egy olyan könyv a következő, aminek magyar a szerzője, ez pedig Darvasi Lászlónak a Taligás című regénye, amit az egyik évvégi videómban említettem, hogy szeretném 2021-ben elolvasni. Ez a történet 1728-ban játszódik, a főhőse Taligás, aki Európa országútjait járja, egy vándorárus, aki szavakkal és könyvekkel kereskedik, és Bécsben kap egy nagyon különleges megbízást, el kell kísérnie egy süketnémának tűnő fiút Szegedre, ahol éppen a nagy szegedi boszorkányperek zajlanak, mert ennek a fiúnak ebben a perben valószínűleg kulcsfontosságú jelentősége lesz. Ezen az úton elkíséri őket egy üvegbe zárt gnóm, mágikus realista szálakkal fűszerezve. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy ezt is tervezem májusban elolvasni. Maradva a magyar szerzőknél és a 20. század előtti pontnál, egy olyan regény a következő, amit szeretnék elolvasni, ami már nagyon-nagyon régóta itt van a polcomon, és nagyon régóta szeretném elolvasni, ez pedig Rakovszky Zsuzsának a VS című regénye. A VS egy monogram, és egy valóban létező történelmi szemét takar, egy arisztokrata férfit, Vaj Sándor grófot, aki nőként látta meg, vaj saroltaként látta meg a napvilágot, viszont egész életében férfi ruhát hordott, férfiként viselkedett, nőknek udvarolt, sőt, még feleségül is vett egy színésznőt, illetve utána egy másik házassága is van, ha jól tudom. És őt csalásért, mivel másnak adta ki magát, börtönbe zártak. Rakovszky Zsuzsa börtönévekből indul ki, és úgy mutatja meg Vaj Sándor, vagy Vaj Sarolta sorsát, hogy különféle börtönnaplókat, a feleségének írt leveleket, verseket, illetve a börtönorvos jelentéseit gyúrja össze, és ebből rajzolódik ki ennek a nagyon különleges embernek a sorsa. Ez a könyv egyébként még a rejtett kincsek ponthoz is jó, ami egy olyan történetet takar, ami nincs a fókuszban, vagy nem annyira köztudott, és szerintem Vaj Sándor alakja, illetve ez az eléggé különleges életút, egy 19. századi transznemű embernek az érzései élete, az nem egy annyira ismert történet.
A következő könyvnél még mindig a magyar szerzőknél maradunk, és 4 pontot is le tudok ezzel az egy könyvvel fedni, vagyis ha semmi más nem olvasok, csak ezt a naplót, akkor is teljesítettem a Multidéző májusnak a könnyített és a nehezített verzióját is. Ez pedig nem más, mint Kölcsey Antónia naplója, ami ugye női sorsokat mutat be, egy napló, 19. századi, vagyis 20. század előtti, illetve magyar szerzőműve. Kölcsey Antónia Kölcsey Ferenc unokahúga volt, és 1838-ban 17 évesen kezdte írni a naplóját, és egészen 1844-ig írta, úgyhogy egy igazi reformkori tudósítást fogunk majd látni, vagy legalábbis fogok majd olvasni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt Kölcsey Antónia élete, és mit mesél erről a korról. A következő 3 regény az már 20. századi és 2. világháborús történet, mind a 3 magyar szerző műve, és több ponthoz is illik. A Hallatom a hangomhoz, ami egy kisebbséghez kapcsolható történetet jelöl, illetve a Rejtett kincsek ponthoz, ami olyan eseményeket dolgoz föl, ami nincs a köztudatban, vagy egy elfeledett, eltemetett, ki nem beszélt traumát vagy történést mutat meg. Az első ezek közül talán a legismertebb, ez nem más, mint Kertész Imrének a Sorstalanság című regénye, ami már 1000 éve itt van a polcomon, kb. 2002-2003 óta. 2002-ben kapta meg ugyanis Kertész Imre az Irodalmi Nobel-díjat, és a Magvető kiadó ekkor kezdte el az életművét újra kiadni, és talán ebből a Sorstalanság a legismertebb, hiszen film is készült belőle. Ez egy holokauszt regény, aminek az elbeszélője egy kamasz fiú, Köves Gyuri, aki megjárta a haláltáborokat, és az ő szemszögéből ismerjük meg a haláltáborok világát, és ezt az egész borzalmat, ami a II. Világháborúban történt. Biztos, hogy megrázó lesz ezt a regényt olvasni, és egy nagy hiányosságomat is pótolom, hiszen én Kertész Imrétől nem olvastam még semmit, úgyhogy a Sorstalanság az mindenféleképpen ott van a májusi várólistám. A következő 2 regény az témájában nagyon megrázó, mind a 2 II. Világháború alatti történet, mind a 2 olyan történet, ahol magyarok gyilkoltak civil személyeket, elfeledett, eltemetett, ki nem beszélt történetek, és mind a 2 könyv a bűnösök szemszögéből mutatja meg, hogy mi történt. Az első ezek közül Cseres Tibornak a Hideg napok című műve, ami 1965-ben jelent meg először, egy nagyon híres film is készült róla, és ez az 1942-es bácskai vérengzést mutatja be, amikor magyar katonák és csendőrök Bácskában több mint 3000 civil lakost, zömében zsidókat és szerbeket öltek meg, de voltak köztük magyarok és cigányok is. A másik pedig Zoltán Gábornak az Orgia című regénye, ami nem olyan régen jelent meg, és most eléggé a közbeszéd tárgya, hiszen Ács Dániel a 444.hu riportere készített nemrég egy dokumentumfilmet a Gyilkosok emlékműve címmel, ami a 12. kerületi turulszobor ügyét járja körül, és felfejti, hogy milyen borzalmas történetet rejt és temetett el az a helyszín, ahová ezt a szobrot felállították. Ezt a dokumentumfilmet egyébként már több mint 200 000-en megnézték a YouTube-on, ha nem láttatok, akkor a linkjét lent hagyom a leírásban, és a történet, amit Zoltán Gábor is az Orgiában feldolgoz, az egy 1944-es és 45-ös történet, amikor a náci németek már megszállták Magyarországot, és a 12. kerületi nyilasok tömegével gyilkolták az ottani zsidókat. Biztos vagyok benne, hogy mind a 2 döbbenetesen megrázó regény lesz, de a történelmi múlt feldolgozásában óriási szerepük van. És végezetül jöjjön 3 non-fiction könyv, amit szeretnék elolvasni májusban. Ezek közül az első Svetlana Alekszijevicsnek az Utolsó tanúk című interjú kötete. Svetlana Alekszijevics ebben a könyvében 100 olyan embert szólaltat meg, akik gyerekként élték át a II. Világháború borzalmát, és az ő vallomásukat írta át Alekszijevics nagyon megrázó, megkapó, sűrített formában. A másik 2 könyv már tudományos ismeretterjesztő könyv, az egyiket már láthattátok ezen a csatornán, ez nem más, mint Markus Rosenlund-nak az Időjárás és a Történelem című könyve, amit az évelei megjelenéseket váró videómban már mutattam és meséltem róla, a másik pedig Ronald D. Gerstének a Történelmet író betegségek című munkája.
Mindkét könyv a világtörténelem eseményét egy picit más szemszögből világítja meg, és egy új nézőpontot ad az eddigi tudásunkhoz. Értelemszerűen az egyik az időjárás történelem alakító szerepét vizsgálja, a másik pedig a betegségekét. Én mind a kettőre nagyon kíváncsi vagyok, hiszen szórakoztató formában, kuriózumokra koncentrálva egy élvezetes, igazi tudományos ismeretterjesztő kötet, úgyhogy szeretném mind a kettőt elolvasni a múlt idéző májushoz. Ezek voltak azok a könyvek, amik itt voltak már egy ideje a polcomon, és remekül illeszkednek Nalina múlt idéző május kihívásához, és szeretném elolvasni őket a következő hónapban. A 10 pont közül egyébként 2 van, amihez nem tudtam könyvet választani, az egyik az ifjúságbolondság, ahol valami történelmi ifjúsági könyvet kellett volna választanom, a másik pedig a történelmi képregény, viszont ez utóbbival úgy vagyok, hogy én ezt már teljesítettem a könyvkemping alatt, hiszen akkor elolvastam Harari-nak a Sapiens képregényét, ami egy történelmi ismeretterjesztő képregény, szóval úgy érzem, hogy ezt a képregény pontot én már egy pár héttel ezelőtt kipipáltam. Ez volt az én várólistám a múlt idéző májushoz, nagyon remélem, hogy minél több bele fog férni a májusba, és lesz hozzá kedvem, hogy ezeket olvassam. Ha van kedvetek, csatlakozzatok Nalinához és hozzánk, vegyetek részt ebben a nagyon jó kis tematikus hónapba, és olvassatok minél több, de legalább egy történelmi könyvet. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, kommentbe írjátok meg, hogy részt vesztek-e a múlt idéző májuson, és mit terveztek olvasni, és találkozunk legközelebb egy következő videóban. Sziasztok!